Tar János közel 30 esztendeje kötelezte el magát a nemzeti parki munka mellett. A madárvilág terepi megfigyelését általában egyedül végzi. Az általa vezetett Daru néző túrákon megcsodálhatják az érdeklődők az alkonyi behúzás legszebb pillanatait. Köszöntök mindenkit a Hortobágyi Nemzeti Park nevébe. Mai nap folyamán én kísérem el Önöket erre a Daru behúzás néző túrára. Most egy körülbelül 100-120 méteres sétával átmegyünk ezen a hídon. Föl fogunk menni egy toronyba, ott fogjuk várni a madarakat. Ugye a darvak most befele fognak majd érkezni, éjszakázni, de egyébként közben valószínűleg fogunk látni más madárfajokat, például vadudakat, akik meg éppen mennek ki a táplálkozó területekre. Ilyenkor késő délután kisebb-nagyobb csapatokba elkezdenek a madarak bejönni, éjszakázni. Bele lehet nézni, szépen sorba. Ugye neki két dolog, ami nagyon fontos itt a Hortobágyon, a zavartalan táplálkozó területek. Ugye itt a hajdúság határán, a Hortobágy határán ebből rengeteg van. A másik nagyon fontos a nyugodt éjszakázó hely. Gyerekkorunkban az ablakunk alól indult hajnalont a torda, hajtották az állatokat ki a legelőre, és akkor ez a karikásos tornak minden reggel az a szisztematikus hangja. Édesapámmal egyszer mentünk ki egy területre, és akkor meglepődve tapasztaltam, hogy felhívta a figyelmemet arra, hogy felrepültek gulipának egy területről. Ez azért volt érdekes, mert akkoriban még nagyon ritka volt fészkelőként ez a madárfaj, illetve utána a biológia tanárnőm is számos olyan dologgal föl tudta kelteni a érdeklődésemet, ami után már következett, hogy a Hortobágyot elkezdtem járni, illetve érdeklődni iránta. Itt most, ha hátra nézünk, akkor már itt láthatunk egy olyan körülbelül 2-300-nyi madarat. Kis idő múlva, akár ha el is csendesedünk, akkor nagyon szépen lehet hallani ezt a tipikus hangjukat. Ott jobbra hátul a nagy távolban nagy lilikek szállnak ki, ott is néhány száz madár, esetleg akinél van kézitárcső, azzal lehet jól megfigyelni. Nekem egyébként a kedvenc madárcsoport vízimadarakon belül a vadludak. Nyilván az egyetlen fészkelő vadludfajunk a nyári lúd. Sziasztok! Szép számmal vannak, úgy látom, nemzeti parkos kollégák. Örömteli látni azt, hogy itt van a Balmazővároson a Kerecsen Sólyom Madarász Suli, és a Madarász Sulinak a legkisebb tagozata, meg a nagyobb tagozata is jelen van. Pláne azoknak mondom, ugye, akik először vannak. Egy ilyen óriási nagy gyűrűbe fölállunk, vagy félkörbe, és akkor szépen elkezdünk mindig egy picit közelítve, megyünk arra a déli irányba. Feldúsult az utóbbi évtizedekben az állománya, de nem tudjuk, hogy honnan, hová mennek, az északról érkező madarak honnan jönnek, és ugye ezzel kapcsolatosan végezzük ezt a jelölési módszereket, és nagyon jó, mert egyébként számomra is meglepő volt, hogy a igazgatóság berkein belül is mindenféle osztályon dolgozó kollégák is nagyon szívesen jönnek segíteni, illetve külsősök is. Én szerintem ez nagyon fontos abban a vonatkozásban, hogy mások is megismerjék a mi természetvédelmi őri munkánkat. Az utolsó fázis, amikor már ugye a V alakú tölcsér irányába tereljük a madarat, már látszik, hogy a túloldali szárny is tulajdonképpen elérte, és a V-nek a végén van egy ilyen zsákszerű tölcsér, ahol reményeink szerint nem tudnak kimenni a madarak, illetve nem törnek vissza. Az már most így távcsővel látszik, hogy legalább egy olyan 50-60 madár bizonyosan van bent. Mindenki figyeljen már meg, fókuszáljon, mert valószínűleg az utolsó 100 méter az egy sprintfutás lesz. Ugye ezeknek a madaraknak szükségük van arra, hogy legyen sekélyvíz, illetve rövidre rágatott gyep. Kell az, hogy átlátható legyen a tér. Ki kell a madarakat a sűrű részből mozgatni, mint azt meg is tesszük, és így van esély arra, hogy utána a madarak tényleg oda mennek, ahová mi szeretnénk. Jó! Jó, akkor figyeljetek, aki nem bír futni, az nem fut. Figyeljetek, valamennyi ember itt a kerítésen átlép, minél hamarabb a 20 métert körbevenni, hogy ne tudjanak kiugrálni, jó? Tőlem! Igen, gyertek!
Gyorsan vegyük körbe! Tedd le a biciklit! Két-három tapasztalt ember, aki már fogott, bemegy, és először az öregeket fogjuk. Hát egy olyan 35-40 körül így futtatva. Ebből lesznek a legkisebbek, akiknek még nem fogja bírni a nyakgyűrűvel, és csak akkor tesszük rá, hogyha megbírja. Egyébként nyilván minél több ember van, annál hatékonyabbak vagyunk, annál több madarat tudunk bekeríteni, befogni. Meg hát én megmondom őszintén, egyik legnagyobb élmény az, hogy anyukák kisgyerekekkel itt vannak, és szerintem ez gyerekeknek meghatározó élmény. Bele sem merek gondolni, hogyha mi gyerekkorunkban lett volna ilyen lehetőség, akkor szerintem még elvetemültebbek lennénk, mint most. A szakmám az igazából életforma, tehát ehhez alkalmazkodni kell, ezt nem lehet gépiesen csinálni. Nagyon fontos számomra az, hogy a nemzeti parkot minél inkább megőrizzük olyan állapotban, amilyen az a alapításkor volt, és tevőlegesen is természeti értékeket megvédeni, illetve fejleszteni, fenntartani.